A Pannonart Egyesület 2011-ben jött létre Szabadka és a horvátországi Belistje városok alkotóinak részvételével. Magyarországról Dusnok és a Hubart Galéria alkotói 2016-ban csatlakoztak harmadikként a közösséghez. Minden évben több alkalommal közös festőtáborban dolgoznak együtt, és az ott készült munkákból kiállítást rendeznek. 2018-ban Kalocsán, 2019. január 18-án Baján a Kulturális Központban nyílt kiállítás. A festmények nyomtatott formában is megtekinthetők. Ahogy Kalocsán is készült egy kis prospektus, most erre az alkalomra pedig egy katalógus, amiben szerepel minden alkotó, tehát minden egyes helyszínről 16 alkotó, úgyhogy 48 alkotó, 48 festmény jelenik itt meg. A katalógusban látható képeket Vicai Lajos fényképezte, a nyomdai munkák Szabadkán valósultak meg. Hát ennek ugye anyagi vonzatai is vannak, ehhez mindenképpen támogatásokat szoktunk igényelni egyesületektől, magánszemélyektől, például ez a rendezvény is, ez is sok segítséget és támogatást igényelt, támogatott minket a Dusnoki Horvát Nemzetiségű Önkormányzat, a bajai horvátok és magánemberek is, mind a szállításban, a szervezésben és anyagiakban is egyaránt. Posebno želim zahvaliti svima vama umjetnicima, bez kojih mi danas ovo vjerojatno ne bi otvarali. A megnyitón részt vett Horvátország pécsi konzulja. Beszédében üdvözölte a jelenlévőket, és megköszönte a művészeknek a meghívást. Örömét és köszönetét fejezte ki Magyarországnak, azon belül Bajának, hogy kiállítást nyithatott a Bácskai Kultúrpalotában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A világ ma inkább a gyűlöletről, az egyetnemértésről szól, de ma itt horvátok és magyarok vallanak a világ és szűkebb pátriájuk szeretetéről, és bizonyítják, ha tiszteljük és becsüljük egymást és egymás kultúráját, létrejön az együttműködés, mert a nyelv közös, a festészet nyelve. Valaha a Pannonsíkság Magyarország, Horvátország a szerbiai vajdaság tájait jelentette. Ma ez a három ország Pannon néven fogott össze, hogy a képzőművészet segítségével bemutassák a három nemzet kultúráját, a Pannon tájat. A Pannon síksági mese című kiállítás megvalósulása szép példája ennek az összefogásnak. 48 alkotó, 48 kép. Egy festmény nem csupán festékből áll. Olyan alkotás, melyben tetten érhető a művész agya, technikai tudása és érzelmei, és túl ezeken arra szolgál, hogy elmeséljen nekünk valamit, miközben a mi agyunkból is érzelmeket vált ki. A festékből így lesz szépség, így válthat ki belőlünk csodálatot vagy megdöbbenést. A festéket a művész tölti meg élettel. Ha itt szétnézünk, élet vesz körül bennünket, s szólít meg a képek által, mert minden kép megszólít valakit, amint azt tapasztalni fogják, ha körbejárnak. A képeknek nincsenek nyelvi nehézségeik, egyszerre szólnak mindenféle nyelven. Egyaránt szólnak a szívhez és a lélekhez. Arcok, virágok, a táj légiességét vagy rusztikusságát ábrázoló alkotások mind-mind az ember világhoz való viszonyát ábrázolják. A mérce, Hubert László képe inspirált erre a gondolatra, magasra lett téve, magasra tették az alkotók önmaguk számára, ezt tükrözi a kiállítás teljes anyaga. Az itt bemutatkozó festőművészek három alkotócsoport tagjai, mely alkotócsoportok számtalan sikeres kiállítást tudhatnak maguk mögött. Céljaik szinte azonosak, összefogni az alkotó embereket, lehetőséget nyújtani a fejlődésre, a bemutatkozásra, gazdagítani szülőföldjük kulturális életét. A Hubart Dusnokon működik. Az önképzőkört 1993-ban Sáfrán Ferenc alapította. Ma Hubert László vezeti, hajósi, kalocsai, dunapatai festők is csatlakoztak hozzájuk. A dusnoki alkotótábor kiváló. A falu befogadta és becsüli a festőket és a munkájukat. A dusnokiak nem lélekszámban, hanem lélekben nagyok. A Croart 2011-ben alakult Szabadkán, Josip Horváth a vezetője.
Céljuk a szerb köztársaságban élő horvátok összefogása, kiállítások, alkotótáborok, művésztelepek szervezése. Mindezekben rendkívül sikeresek, ha csak a Stipan Szabics alkotótábort említem Palicson. A Belart 1996-ban jött létre Belistjén. Létszáma 20-25 fő, Iván Vajda vezeti. A Belistjén működő őszi alkotótábor a Pannon Belistje, a Kroart és a Hubart csatlakozásával immár nemzetközi jellegű. Olyan korban élünk, ami elsősorban az egyén boldogulásáról szól. Másokért dolgozni nem divat, de szerencsére akadnak ilyen emberek. Időt, energiát nem kímélve viszik előre a közösségüket. Mindannyian tudjuk, hogy nem a megalapítás, hanem a működtetés igazán nehéz feladat. Tiszteletre méltó, amit Hubert László, Josip Horváth és Iván Vajda véghez visz. De mindez nem működne pénz nélkül. Nem működne a dusnoki polgármester, önkormányzati képviselők, a szabadkai és a belistei vezetők támogatása nélkül. Sok ember hiszi, hogy a mindennapi élet kicsinségei, a létért való küzdelem fáradalmai ellen csak egy gyógyír van, ez pedig a művészet. Ez ad az emberi léleknek szabadságot és erőt, hogy felülkerekedjen a nehézségeken. Végezetül még annyit szeretnék mondani. A határok meg vannak húzva, de a szeretet és az együttműködés, amivel egymás felé fordulhatunk, határtalan, és a művészet lehet az összekötő kapocs. Kérem, ennek szellemében tekintsék meg a kiállítást. Kívánom, a képek olyan érzelmeket keltsenek önökben, amelyek megpendítik lelkük húrjait. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Tábor lesz-e idén? Így van, így van. Ez már annyira bejáratott, úgymond, hogy megvan az, hogy június közepén van Szabadkán, rá két hétre Dusnokon, azaz június végén, és szeptemberben pedig Belistjén. A belistjei festőtábor már 23 éve működik. A Pannonart Egyesületben jól megértjük egymást, és úgy érzem, jó hangulatban telnek a közös festőtáborok, és fontosnak tartom a további együttműködést. Pannon
Evo, završila se još jedna. Befejeződött ismét egy esemény. Nagyon szépen köszönöm a Dusnoki Hubart Galériának az együttműködést, és hogy megszervezték a kiállítást. Fontosnak tartottuk, hogy alkotásaink katalógus formában is megjelenjen. A képek mellett az alkotó neve, címe és mérete is fel van tüntetve, így az utókornak is megmarad emlékbe. Nagyon meg vagyok elégedve a Pannon Egyesület összefogásával, munkájával. A Pannon növekszik, a Pannon megy tovább, és ez a mai est is ezt erősítette meg, és az egészet csillagos ötösre értékelem. Továbbra is együttműködünk, a nyári festőtáborainkat az idén is megrendezzük, és bízom benne, hogy egy következő alkalommal szintén bemutathatjuk munkáikat, terveink szerint Belistjén. Most már több évre tekint vissza az Egyesület, hogy értékeljük a munkátokat. Egyre jobb. Azt gondolom, hogy egyre jobban megismerjük egymást, egyre gördülékenyebben mennek a szervezések. Minden évben találkozunk egymással több alkalommal is, szervezünk közös kiállításokat, illetve minden egyes helyszínen van minden évben tábor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egymást ismerve, és egymásból ismerítve, másik tapasztalatából tanulva, tehát valahol azt hiszem, hogy ugye minőségileg is egyre jobb alkotások születnek.